napokban nyílt levelet írtam Orbán Viktor miniszterelnök úrnak arról, hogy szerinte elfogadható-e az, ha egy alpolgármester részegen, botrányos módon viselkedik. Felolvasnám a nyílt levelet. Tisztelt Orbán Viktor miniszterelnök úr! Ön és kormánya azt állítja, hogy konzervatív politizálást folytatnak. Éppen ezért fel kell tennem a kérdést, hogy ön szerint elfogadható-e, ha egy alpolgármester részegen, botrányos módon viselkedik. Szerintem az a konzervatív politizálás, ha nem csak beszélünk róla, hanem a gazdasági és társadalmi döntésekben is megjelennek a konzervatív elemek, ami ezáltal társadalomformáló erővé válik. Tanárként és képviselőként is vallom, hogy egy közösség képviselőjének, vezetőjének példát kell mutatnia. Tiszaföldvár volt fideszes alpolgármestere, Csehúz Zsolt, részegen, botrányosan viselkedett, majd kijelentette, hogy többet nem indul választásokon. Ehhez képest októbertől újra képviselői mandátummal rendelkedik, ígéretével szemben. Ugyanis mégis elindult. Egy olyan településen, mint Tiszaföldvár, ahol egyébként is rossz a közbiztonság, hogyan tud majd ez az ember, hogyan tudja majd a rendet képviselni. A helyi fideszes országgyűlési képviselő Herceg Zsolt, neki is írtunk egy levelet, és erre a kérdésünkre ő azt mondta, hogy ez a helyi Fidesz belügye. Ezt úgy értelmezem, hogy őt a részeges balhézás nem zavarja. A kérdésem az, miniszterelnök úr, hogy önt zavarja-e, fognak-e lépni az ügyben, és visszaléptetik-e Csehúz Zsoltot képviselőségtől.